Köszöntök mindenkit! Szívből jövő szeretettel, mert talán elindul valami, amit már nagyon régóta várok. Novemberben vagy decemberben, amikor elkezdték a hallgatók a tüntetés sorozatukat, azt vártam, hogy na végre egyszer majd együtt leszünk. Ők elkezdték, mindig a fiatalok szokták elkezdeni. Kezdjük együtt! Köszöntjük őket, hogy végre ez az összefogás megindul. Visszavenném, ha megengeditek, mert ez valahogy jelképes is. Ez egy székely szalmak alatt. Most kaptam reggel. Nem tudok beszélni, nem is szeretek beszélni. Beszélgetni nagyon szeretek. De beszélni nem tanultam. Ezt biztos észre is fogjátok venni. Elnézést kérek tőletek. Nem vagyok profi, mint a politikusok. Nem vagyok profi, mint akik a médiába szerepelnek elég sokat. Közszereplők. Én tapasztaltam. A tapasztalataimat szeretném elmondani nektek, nem pedig szónoklatot szeretnék mondani. Tapasztaltam, és az idősek emlékeznek még rá biztos, hogy még az úgynevezett Kádár korszakban a Jani bácsi egyszer mondta és kacsintott, hogy össze kellene húzni a nadrág szíjat. Egy lukat húzzunk rajta. Az idősebbek emlékeznek rá. Na ott kezdődött valahol a baj. Ott elkezdődött valami politikai, nem szabad mondani, hogy összeesküvés, mert ugye az már elmélet, és nem illik éleket mondani, de a tapasztalat azt mutatja, hogy valami ott elkezdődött, ami ide sodorta az országot. Azóta már nem tudunk a nadrág szíjon húzni, már körbeért háromszor. Tehát, hogyha azokat a lukakat valóban kihasználtuk volna, már nem lenne nadrág szíjunk, és nem lenne derekunk sem. 23 évvel ezelőtt valóban megint elkezdődött valami, elhitették velünk, hogy rendszerváltás. Mi akartuk, de nagyon úgy tűnik, hogy valami a háttérben mozgott, és valami elindult. Csak egy-két gondolat benne. Voltam kint Mongóliában 2 évvel ezelőtt. Érdekes módon pont abban az időszakban Mongóliában is megtörtént ugyanez. Mint hogyha egy vezényszóra történt volna minden. Addig is volt, tehát az előző korszakban, Kádár korszakban is volt megosztás az emberek között. Javak, rassz, vallás, jövedelemelosztás szerint voltak megosztások, de emlékezzünk vissza, azok mindig ilyen vicc. Viccekkel vagy kisebb poénokkal elsültek. Valaki viccelni akart, akkor így viccelt. Nem volt érte, nem volt belőle probléma. Ám 23 évvel ezelőtt megszüntették a kalákát. Nem tudom, tudja-e valaki, hogy mi az, hogy kaláka. Erdélyben még működik. A kaláka azt jelenti, és vidéken ismerik ezt jobban, ezt a szót, ezt a fogalmat, a kaláka azt jelenti, hogy összefogunk, egymásnak segítünk, ki mihez ért, ki mit tud, ki minek a mestere. Ingyen, és ebbe segítjük egymást. Közösen épültek házak, az én házam is úgy épült. Közösen mentek a betakarítások, közösen mentek egy nagyobb munkához való szükség, tehát amikor több emberre volt szükség, ez így meg lehetett oldani, és működött. Biztos, hogy erre azért így már valahogy akkor emlékeztek. Viszont bevezették, hogy akkor ez adó. Adó köteles. Ezzel nem is vettük észre akkor, mert azt mondtuk, hogy persze adó köteles, adózni kell minden után, természetesen az államnak fönt kell tartani az államot. Igen, pénzünk is van elég, adózzunk. Igen, de nem csak adóztunk, mert azért közben csináltunk egy-két fals dolgot is, úgymond, mert hát jól adóztassanak, de hát blitzeltünk, és mégiscsak csináltuk kalákába tovább a munkálatokat, meg a munkákat. Igen, de jöttek a büntetések, jöttek az ellenőrzések, büntetések, nem kis büntetéseket vágtak oda. Ezzel viszont megszűnt a kalákával, és ezzel az összefogással, megszűnt egy egymásra utaltság érzet. Ez olyan szinten megszűnt, ezt akik fővárosiak jobban, vagy nagyvárosiak jobban tudják, főleg panellakásokban laknak, a panellakásokban ez már régóta van. Tehát én úgy vettem észre, hogy a panellakásokban nem is köszönnek már az emberek egymásnak, azt se tudja ki a szomszédja. Én megy el az egyik ember a másik mellett. Miért? Miért? Ezt kihasználták, és ezt megcsinálták országos szinten. A rassz, a vallás, a jövedelemelosztás szerinti megosztás még súlyosabban emelkedett, még erősebben megnyilvánult. Persze, rá is játszottak erre nagyon szépen, én úgy látom. Jöttek a pártok. A pártok megosztásával
Emlékezzünk vissza. Gyerekkori játszópajtások vesztek össze egymással úgy, hogy azóta se köszöntök egymásnak. Azért, mert az egyik pártot, vagy az egyik ember volt neki a szimpatikus, a másik pártot szimpatizálta. Gyerekkori. De mondhatom azt is, és erre is emlékeztek, hogy nem csak gyerekkori színbarák, családon belül rokonok összevesztek egymással, olyan szinten, hogy ma már, és azért vagyunk kevesen, és ezért nem mernek az emberek úgymond politizálni, ma már ott tartunk, hogy ha valaki fölhoz valamilyen politikai témát egy ebédnél, egy asztalnál, vagy egy közös találkozónál, akkor már mindjárt valaki védekezési reakció, és nem bántani akarom érte, de védekezési reakcióban egy az, hogy nem politizálunk. Valóban nem kellene politizálnunk, de mivel a politika csinál minket, és a politika működik mögöttünk, el kell kezdenünk politizálni. Mégpedig a saját védelmünkbe, és a gyerekeink, az utódaink védelmébe kell kezdeni el politizálni, mert ne szídjük őket, én nem bántom. Ők annyit csináltak, amennyit hagytunk nekik. Igaz, rengeteg hamisság, igaztalanság és hazugság árán rengeteg ígérgetéssel vitték idáig a dolgot, hogy most kezdünk fölébredni arra, hogy erről mi tehetünk, mert hagytuk. Az összefogásról beszéltem. Az összefogás csak egyféleképpen működhet, sehogy másképp. Ha te azt keresed, hogy mi köt össze a másikkal, akkor össze tudsz vele fogni. Ha azt nézed, hogy mi az, amiben különbözőek vagyunk, akkor soha nem lesz összefogás. Márpedig különbözőek vagyunk, mindegyikünk a másiktól eltér valamilyen szinten. De hogyha azt keressük, hogy te azért nem vagy szimpatikus, te azért nem vagy szimpatikus, te meg amazért nem vagy, vagy te jobbos vagy, vagy balos vagy, itt már nincs jobb és bal oldal. Itt áldozatok vagyunk mindnyájan, én így látom. Nagyon lényeges, és ezt nagyon jegyezzétek meg. Ne azt keressétek a másikba, hogy mibe különbözik tőled, és ezért ne fogjatok össze. Azért fogjatok össze, mert van olyan dolog, ami igenis összeköt. Az összekötés pedig az, hogy elszegényedett az ország, elszegényedettél te, nincsen a gyerekednek és az utódaidnak, az unokáidnak jövője, és jövőkép, nincs semmi. Csak hazugság, hazugság, hazugság. És lehet, hogy ezt kivágják, de igen. Nem csak a politikusokra értem azt, hogy megosszák az embereket, a médiára is. A média a legnagyobb fegyver ellenünk, emberek ellen. Ezt nagyon szépen kihasználja a hatalom, kihasználják más érdekek, nem tudom, hogy miért, még nincs bebizonyítva, valószínű, de úgy viselkednek, mint a zsoldos katonák. Megkapják a fizetésüket azért, hogy ne tényszerűen tájékoztassanak embereket, hanem elferdítenek, lehet, hogy az én szavaimat is el fogják ferdíteni. Lehet, hogy kivágnak részeket, összemossák. Azért, mert megvan, már eleve úgy jön ki, tisztelet a kivételnek, hátalmas példa lesz rá, hogy mégse így van. De úgy jönnek ki, hogy majd ilyen témába, vagy ilyen formába fogom előadni. Lehet, hogy már így is lettek kiküldve, hogy erre figyeljenek, arra figyeljenek. Ez tény. Ez tény. Nincs köztévé. Tessék? Nincs köztévé. Magántévé meg magánérdekeket szolgál. Valahogy így. Még egy nagyon lényeges dolog lenne, amit nagyon el szeretnék nektek mondani. Szeretnénk a változást. Azt szeretnénk, hogy körülöttünk a világ megváltozzon. Hogy jobb legyen, igazabb legyen, összefogás legyen. De egyet jegyezzetek meg, anélkül, hogy te ne változzál olyanná, ami ennek látni szeretnél a világot magad körül, nem fog bekövetkezni. Soha nem lesz olyan, hogy te nem változol, te csak a magad mellett lévőt, vagy a magad előtt lévőt, vagy a magad körülött lévőt szeretnéd megváltoztatni. Neked kell először olyanná változni, ami ennél szeretnéd látni a világot. Ha lesznek még ilyen gondolataim, akkor elmondom, ha megengeditek. Addig is Magdi megkérte engem, hogy a petíciót olvassam föl, amit szeretnénk átadni itt a minisztériumban. Azt hiszem, hogy 13-45-kor, vagy mikor lesz, hogy kérdezem meg? Most élő láncot? Hát akkor, amiért jöttünk, kezdjük el az élő láncot, ha gondoljátok. Fogjátok meg egymás kezét,
Én így felolvasnám a petíciót nektek, hogyha megengeditek. Az se baj, hogy a több sorban kígyózva, az azt jelenti, hogy sokan vagyunk. Lehet a média háta mögött is nyugodtan a járdán, vagy előttük, csak akkor nem fognak látni őket. A garázsrészt hagyjátok ki, légy szíves, mert az kijette tőlünk a hatóság. Szépen összeáll, ez úgy látom. Nem kell ezt megmagyarázni, mindenki megfogja a mellette lévő kezét. Ne irányítsátok egymást, mindenki tudja. Az élőlánc olyan, hogy élünk és megfogjuk egymás kezét. És még egyet kérek, amikor megfogtátok egymás kezét, érezzétek azt az energiát, és azt a szeretet energiát, amit a másik áraszt. Ti is adjátok át a másiknak. Ne csak szorítsd a kezét, ne csak fogd a kezét, és azt figyeld, hogy milyen izzadt a tenyere. Kérlek, mondjuk a szeretetre, mert nekünk ez a legfegyverünk van, a szeretet. Nekünk nincs pisztolyt, nincs új oldalunknak, nekünk csak a szeretet a fegyverünk, és ezt a fegyvert fogjuk használni. Köszönöm szépen, Eszlán. Megengeditek, elolvastál a petíciót. Tisztelt miniszter úr! Az élőlánc az elszegényedés ellen demonstráció szervezői és résztvevői az alábbi 4 pontba foglalták össze az azonnali intézkedéseket sürgető kérdéseket, amelyek közvetlenül foglalkoztatják az elszegényedő magyar lakosságot. Első. Követeljük, hogy nélkülünk ne döntsenek rólunk. Ugye ez érthető nagyon. Kicsit van egy kísérő, és azt is felolvasnám hozzá. Elengedhetetlen, hogy a társadalom politikai kérdésekben történő kerekasztal megbeszéléseken az adott kérdéssel érdemben foglalkozó civil szervezetekkel tárgyaljon a kormány. Azok bevonásával születhessen megoldás és döntés a felmerülő problémákra. Tehát már az azzal a problémával foglalkozó civil szervezetek, nem mutyi szervezetek, nem más szervezetek, nem a belőlem kinőtt szervezet, hanem az, amelyik már igenis oknyomozást folytatott, tényfeltárást csinált, és valódi civil embereket képvisel. Második, követeljük, hogy a kormány ne megsegítse az állampolgárokat, hanem megvédje. A magyar kormány alapvető feladata polgárainak védelme. Ennek érdekében szakmai, jogi, politikai megoldásokkal olyan körülményeket kell teremteni, amely biztosítja a lakosság alapvető létfeltételeit. Én egy kicsit tovább mondanám ezt. Ez a megsegítés és a megvédés között óriási különbség van. Azt már nagyon régóta hangoztatjuk és kérjük, hogy nem megsegítést kérünk, nem könyöradományt kérünk, nem konszolidációt kérünk, mint azok a bankok, akik kifosztottak minket, vagyis kifosztanak minket. Őket már igen-igen sokszor konszolidálták a mi pénzünkből. Most azok fosztanak ki minket. A megvédést kérjük, ami azt jelenti, hogy a jogot alkalmazzák és alkalmaztassák. A jogi lehetőségek meg lennének akár a devizahitel, és akár más elszegényedési problémára. A jogalkalmazás és a jog alkalmazhatására hívom fel a figyelmet, ez a megvédése az állampolgároknak, és az államnak ez kutya kötelessége lenne. Kutya kötelessége lenne. Harmadik. Követeljük az egyetemes alapvető jogainkat az élethez. Évtizedek során elhibázott gazdasági döntések, a devizahitelezés és egyéb külső körülmények hatására elszegényített magyar lakosságnak nem mentőcsomagra, hanem esélyre van szüksége,
tisztességes létfeltételeket biztosító munkához, fedélhez és megélhetéshez. Ez alapvető egyetemes jogunk. Egyformán születtünk, egyforma vagyonnal, egyforma lehetőségekkel születtünk erre a világra, és a végén is ugyanannyi kerül mindenkinek, ha gazdag, ha szegény. Ez is bizonyítja. Egyetlen egy jogunk van, és ezt nem vehetik el. Az élhetéshez való jogunk. Nincs felsőbbrendűbb, nincs kiválasztott abba az értelemben, hogy uralkodjon másokon. Élni akarunk! Élni akarunk! És élni akar! Élni szeretne! Negyedik és utolsó követelésünk. Ez a devizával, a devizahiteles problémával függ össze főleg, illetve az ehhez szorosan kapcsolódó közüzemi számlákhoz. Ugyanis ma már a középréteg is a megtakarításait, a havi megtakarításait sárga csekkekbe tudja mérni. Nem azt mondja, hogy tettem félre 10.000 forintot vagy 15.000 forintot, hanem tettem félre egy csekket vagy két csekket, mert ebben a hónapban nem tudom befizetni. Mert választania kell, vagy a devizahitelét fizeti, vagy a sárga csekkeket, a közüzemi tartozást fizeti, vagy éppen a büntetéseket fizeti. Mert a büntetéseket se nehéz összeszedni. Akár gépjárművel való közlekedésnél, vagy akár kilakoltatások megakadályoztatásánál. Tehát negyedik pont. Követeljük a kilakoltatások és a végrehajtási eljárások azonnali leállítását. A lakhatás alapvető emberi jog, az otthon elvesztése visszafordíthatatlan tragikus lázreakciót indít el. Az elmúlt hónapokban részben az elszegényedés miatt, részben a devizalapú hitelezés, jogilag is vitatható, hozzá kell tennem, visszáságai miatt a magyar lakosság százezreinek került veszélybe az otthona. Csak a devizahitelezéssel kapcsolatosan közel 400.000 magyar állampolgárt fenyeget a kilakoltatás. Nem beszélve azokról, akiket önkormányzati lakásukból szorít ki a szegénység és a hivatali lelketlenség. A kialakult helyzetet törvénytelenségek sokasága idézte elő, ezért követeljük, hogy az önhibájukon kívül állami felelőtlenség és törvénytelenségek miatt tragikus helyzetbe került honfitársaink érdekében azonnal állítsák le a kilakoltatásokat és a vitatott végrehajtási eljárásokat. Itt megint csak annyit fűznék hozzá, hogy már azért történt valami ugye most a devizahitelezés kapcsán. Két-három héttel ezelőtt miniszterelnök úr egy Kossuth Rádióba tett, pénteki napon egy Kossuth Rádióba tett nyilatkozatával, vagy riportjába érdekesen fogalmazott, illetve érdekesen át is fogalmazta utána, tehát nem tudom, hogy abban üzenet volt, vagy ő nem tudta, hogy először hogy kellene mondani. A devizahitelekről van szó. Akkor úgy fogalmazott először, hogy a devizahitelekkel a bankok becsapták a lakosságot, minimum gondatlan magatartást követtek el, de nagy valószínűséggel a rossz hiszemű magatartás bélyegét is rájuk lehetne sütni. Utána később átállt arra, hogy a Varga Mihály, és ezért is vagyunk itt tulajdonképpen, Varga Mihály úrnak átadta, követeli tőle, hogy törölje, vagy forintosítsa, nem érdekli, de törölje el a devizahiteles intézményt, mert ezzel kifosszák a lakosságot. Csak utána azt kezdte el magyarázni a riporter kérdésére, hogy hát egyelőre csak a lakás célú hitelekről van szó. Én azt mondom, hogy ő kimondta, hogy ez egy rablás volt. Maga a devizahitel. Nem engedhetjük meg, hogy egy rabló azt elvigye az autónkat, utána abból kifolyólag még elvigye a házunkat, mert nagyon jól tudjuk, hogy mennek a végrehajtások és az árverések, hogy utána egynegyed áron, hogy kikapja meg, én azt mondom, lelke rajta, aki ezt meg, és ilyen autóba bemerülni, vagy be akar ülni, lelke rajta. De lelketlen én szerintem.
Én attól félek, hogy ez megint csak egy mézes madzag. Ugyanis 2010-ben az előző választások előtt pontosan a miniszterelnök úr és a Rogán Antal is nem egyszer kimondta ugyanezt, hogy a devizahitelek egy csapda volt, becsalták az embereket ebbe a... Hogy is fogalmazott? Egy olyan spirálba, egy bankcsapda, egy rossz adósság spirálba, de valahogy úgy fogalmazott, hogy egy kedvezőnek látszó konstrukcióba becsalták, ami utána kiderült, hogy viszont ezzel kifosszák az egész lakosságot. Na azt akartam mondani végül is, hogy 2010-ben ugyanezt mondták, és ugye ezzel hitették el velünk, hogy igen, ők majd megsegítik, és nem hagynak az útszélén senkit. Az igaz, hogy nem mondta, hogy közben belökik az árokba. De most megint, mintha a választások jönnének jövőre, és ez szépen a választási kampány szaga van ennek, és mintha a választási kampány előkészítése lenne, hogy majd annyit segítünk, és megint ott van a megsegítés, nem megvédés, annyit segítünk könyöradományból, amennyit mi kiharcolunk. Én ettől félek, hogy megint ez csak mézes madzag. Játszanak velünk, mint macska az egérre, pedig én úgy gondolom, hogy attól, hogy valaki képviselő, és megkapta azt a bizalmat, azzal csak bizalmat kapott, és nem 4 évre teljes diktatórikus hatalmat. Bizalmat kapott tőlünk, és ahhoz, hogy a tiszteletet kiérdemelje, ahhoz azt példamutató cselekedettekkel tudtál csak megkapni. Én úgy érzem, hogy ez így nem tisztelet. A hátul mögött másokkal beszélgetnek, nem velünk beszélgetnek, a mi sorsunkról döntenek mások nélkülünk, ezt nem engedhetjük meg. Nem arra kérek senkit, hogy most törjön zúzzon. Nem bújtogatni akarok senkit. Ez valóban egy békés demonstráció, és maradjon is az, és későbbiek folyamán is maradjon az. Ugyanis mi csak a szeretet fegyverét tudjuk használni. Ha mi elkezdenénk törni, zúzni, azonnal összemostának minket köztörvényes cselekedetekkel, abban a pillanatban mondanák, hogy ilyen bűnözők meg olyanok bűnözők vagyunk. Mi nem huligánok vagyunk. Családanyák, családapák, nagymamák, nagypapák vannak itt. Nem bűnözők. De ne is tegyetek azzá minket, az a kérésem. Még egyszer kérek mindenkit. Maradjon ez békés. Hangos lehet, hogy meghallják, az nem baj. De maradjon ez békés tüntetés, békés demonstráció. Aki úgy érzi, hogy mégse és nem ezért jött ide, akkor azt kérem, hogy inkább most menjen még el békében. Mert akkor nem jó rendezőben. Köszönöm szépen.